Végére felújítják, de felavatni csak jövőre fogják a kolozsvári Fadrusz alkotást. Talapzattal úgy, ahogy igen. A két évvel ezelőtt kezdődött munkálatokat idén nyáron kellett volna befejezni az eredeti tervek szerint. Mint restaurálás, ilyesmire mindig lehet számítani. Nem tudtunk teljes mértékben tájékozódni előtte, mivel nem tudtuk szétszedni. A restaurálást elnyerő cég jóval kevesebb pénzt kért, mint a többi pályázó. Alul licitálta a többieket, ezt a kulturális miniszter is elismeri. A szoborcsoport restaurálásának költségeit fele-fele arányban állja a magyar, illetve a román állam. Magyarország már a szerződés aláírása előtt megküldte a finanszírozásra eső 400 ezer eurót kitevő részét. A tárca ennek a szoborcsoportnak a helyreállítására félretette jelentős összeget, de ezt nem tudtuk utalni, mert a polgármesteri hivatalnak kell előkészítenie azokat a dokumentumokat, engedélyeket, amelynek alapján mi ezt a pénzt folyósítani tudjuk. A miniszter a többi között erről is tárgyal ma Kolozsvár polgármesterével. Fadrusz János 1902-ben leleplezett alkotásának felújításáról, már a 2006-ban rendezett együttesülésén megállapodott a magyar és a román kormány.